Start. Start a verseny egyik esélyese, hibázott a start előtt, és most is ugrik, úgyhogy az ő verseny ezzel elszáll, és hibázik hetessel Zadarem. Australian Gold Zadarem, Anyela pedig gyengén kezdett a startautó mögött, úgyhogy azért jó néhány veszteség érte ezt a futamot, és ebből jól jöhet ki például a Beryl Lady, aki Nagy Ferenc 2-vel jól kezdett, de ott van Brom Lady, aki a nemzeti díj után ebben a mezőnyben sokkal jobb lehet, mögötte pedig Aurora Horváth Györggyel, libasorban a versenyben lévő lovak, hiszen egyértelmű Cippi Boy, ott van mögöttük a negyedik helyen, majd jön Anyella, és a sort pedig egyelőre Destro Ferm zárja. Libasorban tehát a versenyben maradt lovak, ők most már csak hatan vannak, 1300 méter van még hátra a versenyből, Nagy Ferenc 2 pedig Beryl Ladyvel, nagyon magabiztos a verseny ezen szakaszában. Kicsit visszavett a tempóból, így aztán elképzelhető, hogy néhányan majd fölvállalják a második spurt. Zadar M akár még föl is zárkózhat hibája ellenére. Így van, Zadarem zárkózik, egyelőre úgy látom még nem diszkvalifikálták, úgyhogy egy némi esélye van még arra, hogyha bírja a végét is, hogy főszereplő legyen. De hát azért Beryl Lady helyzet elég kellemes, ére tudott állni, zavartalanul vezet, mögötte Brom Lady, illetve Aurora a második és a harmadik helyen, szintén bent a falon Zippy Boy, mögötte Anyella, egyel hátrébb pedig Destro Ferm. Kívül pedig folyamatosan zárkózik és jön vissza a versenybe Zadarem, de változatlanul a második spurban kell megtennie mindezt. Beryl Lady, Nagy Ferenc 2-vel, két osztás könnyed előnyben a többiekkel szemben, ne felejtjük azért Beryl Lady legutóbb a nemzeti díjban volt egészen jó negyedik. Beryl Lady, Brom Lady még mindig az első kettő, Zadarem és Aurora párosa alkotja ott ezt a mini üldözőbolyt. Anyella próbál feljebb zárkózni, úgy festes sikerül is neki. Anyella mellett bent a falon Zippy Boy, Destro Ferm pedig könnyen jön, egyelőre a mezőny végén, egyáltalán nincs messze a fronttól. Jön a verseny utolsó 500 méter, és a vezetőló továbbra is nagyon magabiztos. Beryl Lady! Beryl Lady talán tudta is növelni egy picit az előnyét, elindulni látszik Aurora, tartja második pozíciót Brom Lady. Beryl Lady, Brom Lady, Aurora és Cippy Boy. Ez az első négy ló sorrendje, amikor a lovak megérkeznek a befutó egyenesre. Aurorában van talán a legnagyobb lendület, Beryl Lady azonban még mindig vezet. Beryl Lady támadják ketten is, 150 méter van hátra. Beryl Ladynek védekeznie kell. Beryl Lady támad Aurora, Beryl Lady, Aurora és Brom Lady. Aurora az utolsó 100 méteren szinte fölért Beryl Lady mellé. Beryl Lady talán tud még újítani. Beryl Lady megnyeri a versenyt. Aurora mögötte a második, majd aztán érkeznek a többiek, Cippy Boy és Brom Lady.